Urak, hölgyek! Hát, helyzetbe kerültünk, az a büdös nagy helyzet, mert hogy az van, hogy bele kéne ide kattintanom, igen, tehát, hogy fel kéne magunkat tenni a térképre, mert hogy még nyitott az átigazolási időszak, tehát én azt mondom, hogy requesteljünk egy transfert, ami azt fogja elméleti szinten retire, hallod, vissza is tudunk üzélni. Tehát elméleti szinten ez azt fogja eredményezni, hogy jönni fognak ajánlatok reánk, úgyhogy meglátjuk, hogy mi van. Egyébként szevasztok, és ha tetszik, akkor továbbra is egy lájkot toljatok. Azt mondja, hogy a 8. helyen vagyunk, és kicsit már unjuk a csapatot, úgy érezzük, hogy tovább tudnánk esetleg lépni. Új kihívásokra vágyunk, hát ha, hogyha jön bármi. Megkeresés. Hát egyelőre rohadtul nem jött. Vegyünk fel egy jóga coachot esetleg? Kell nekünk az a jóga coach. Köszönjük szépen. Oké. Akkor most úgy van, hogy biztosan nem érkezett semmi ajánlat, hogyha jól látom. Tehát mérkőzést kéne játszanunk, mert nincsen tényleg semmi, úgyhogy én azt gondolom, hogy akkor vágjunk bele, srácok, és akkor hát, hogyha a mérkőzés után egy kicsit mondjuk úgy érezni egy csapat, hogy hello, jó lenne, hogyha hozzánk jönnél. Úgyhogy hát akkor vágjunk bele, és akkor nézzük a következő mérkőzést. Nagyon jövök, kis tatyommal, hallod? Fogom a tatyót. Vaj, de fényképezhettek, gyertek csak. Tele van a stadion, kérem szépen, tele van. Mert hogy azért most nekünk eléggé szurkolnak, úgyhogy hát nagyon remélem, hogy sikerül is valamit bizonyítanunk. Hoppá, majdnem elvettük a labdát. Eléggé régen játszottam, ami azt illeti. Hello? Amikor volt a videó nagyjából, azt néztem valami januárban. Hoppá, 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 januárban vettem fel újra videót. Most pedig csak, hogy jó ideje, hát mindjárt mondom. Nem volt les, ugye? Rúgd rá! Mit akartok? Mit akartok? Hát ott van. Yes! Egy assziszttal bekezdünk. Figyeld, nem volt. De nem adott lest. Hát szerintem ez az idény leggyorsabb gólja volt tőlünk. Talán, én nem is tudom, hogy ez hogy sikerült, mondjuk egy elég gyász csapatról beszélünk hozzánk képest jelenleg a bajnokságban, úgyhogy őket el is kéne gyalázni szépen. Az a jó, hogyha tényleg tudunk valamit mutatni, mert most biztosan szükség lesz rá, azaz. Azaz. Hát te hallod, én nagyon lagymatag vagyok jelenleg. Visszamegyek a helyemre inkább, srácok. Én itt érzem komfortosan magam, köszönöm szépen. Vegyétek el! Jó, semmi. Itt vagyok fent, hello? Itt. Nem jön nekünk a labda. Oké, jövünk, hello? Teljesen, úgy. Tökéletes. Hát akkor figyeljetek, megindulunk. Elcsesszük. Hé, spori. Spori. Semmi? Hát akkor ráküdjük. Rohadja meg. Egyébként én azt ott visszafújtam volna, csak azért, mert te azért eléggé hátrányba kerültünk amiatt. Hallod, jöhet ám kuglira. Jöhet, nagyon... Basszus! Jó, nyugalom, meg kell nyugodni. Kipasszoljuk szélre, kicsit tágítsuk a teret. Jöhet be! Az... majdnem jó volt. Nagyon szétostromozzuk őket, srácok. Hoppá! Ez egy nem várt labda. Azaz nagyon... Jaj! Micsoda összjáték volt, ugye? Ezért értjük mi ezt a dolgot. Na gyerünk, szerezzük meg, nagyon jó. Itt vagyunk fent, haló. Köszönöm. És adom, hát nem oda akartam. Most vissza ide, figyelj. Akkor ne. Előbb kell, jó gyerek. Oké, azt berugod. Gyerekek. Hát ne csinálgass már! Milyen izé lettem? Asszisztoló. 6-8-ra fel is küldtük a kis izénkat. Jó, azt el is engedjük, köszönjük. Azaz. Azt én majd itt intézem, apa. Majdnem beadtuk neki a kötényt. Dobjuk csak be? Nem nagyon mi dobjuk, igaz?
Jó. Basszus, hogy elveszik ott. Jó, az még egy jó nekünk. Kicsibe, kicsibe, okosba. Beadjuk. Senki nincs az ég egy atavirágon, senki nincs ott, ahova adtuk. Tökéletes. Eltipegünk mit hátul. Nem akarjuk a világot megváltani. Ahhoz képest, hogy rúgtunk egy gólt a harmadik percben, vagy negyedikben, ahhoz képest, hogy eléggé lagymatagok vagyunk. Fél, mennyi? Hova? Ide. Jó. Nagyon jó. Kis passz, kis passz. Ahó. Gyerekek. Most ide. Az is jó, de én egy kicsit jobb szögbe voltam. Na mindegy. Oké, itt maradunk valahol. Na, na. Hát mi a szarva? Hát szivat minket a pöcsös. Nem, mintha nem kapott volna már egy gólt tőlünk, igaz? Tehát ott flagmul. A büdös nagy semmire. Jó, maradunk itt okosan. Itt vagyok. Hello. Hello, hello, halihó. Nagyon jó. Aha, aha. Igen, elvisszük, elhúzzuk. Azt a hülyet rá bögtem. Püff! Úgy, ahogy kell, úgy, ahogy ahova. Nézd meg, még meg is simogatom. Majd leszedem róla a sapkát. Hát ez bajnok. Vissza! Teljesen üresen vagyok. Tű! Egyből rárugtuk, srácok. Így kell. Így kell. Jó. Na okosan, szépen... majdnem el is kaptuk tőle a labdát. Ne pontozzál már le át ilyenkor. Nem enged egyszerűen támadni, mert egyből lepontoz, hogy máskor azért jobbkor vedd el, légy szíves. Nem nézi azt, hogy de legalább megpróbálom. Oké, maradunk itt, srácok, hátra sem megyünk, nehogy! Nehogy! Ne! Örüljetek! Örüljetek a konfettis mezetekbe! Jó van, gyerekek, szedjük össze magunkat. Na gyerünk! Apa eligazol azt, akkor mit fogtok magatokkal kezdeni? Majd azért figyelgetjük ám a csapatot, hogy hol tart éppen. Hallod? Hova viszed? Éj! Most ez mi? A pöcsöm! Jövök! Ne oda! Ó, basszus. Srácok, nagyon rossz eddig a teljesítményünk. Oké, egy gólt rúgtunk, de nem vagyok megelégedve. Önkritikus vagyok. Ne, bóckodjatok már, figyelj, mindjárt kapjuk a másodikat. Na most mész! Mész! Nagyon jó! Átadod, dehogy adod! Ó, pedig annyira kiugrottam. Halad! Új, basszus, majdnem elértük. Na jó, hát 2-1-el takarodunk el pihenni egyet. Volt már jobb első fél időnk is, ami azt illeti, de... Figyeljetek, annyira nem volt ez egyébként rossz. Aztán majd meglátjuk, hogy... hogy mi lesz, de én azt gondolom, hogy kéne azért még csűrni nekik néhány gólt. Figyelj, induljunk meg, gyerekek, ne... Elrontom. Aj, nagyon... Az a baj, hogy ebből úgy megindulnak... Jó, valamit csúsz be, törd el a lábát, kösd össze a bokáját, valami legyen. Hát ez mi a szarom volt? Oda néz a KSI, hallod? Ez most mi volt? Gyerekek! De, úristen, hát... Jó gyerek, hát meg se tudom szerezni a labdát. Mert megszerzem és azon nyomban eladom. Na valamit ki kell találnunk, gyerekek, mindjárt fordítanak. Mi a szar történik? Hát nehogy már örüljetek már, nem olyan mezetek van, mint nekünk. Na, most már nincs hátraadás. Nincs hátraadás. Csak is előre. Jó, most én megengedhetem magamnak, de ti nem. Jöhet, köszönöm. De elveszik, hát azon nyomban elveszik.
Hát mindjárt megvágok itt mindenkit. Főleg magamat. Nyilván nem az én hibám, tehát ez... Valljuk be, hogy... Jó, de amúgy tényleg rohadt sokan vagyunk a pályán most... Na, értitek. Miért minden az én hibám lenne? Én is jövök, nagyon jó. Azzal meg is indulok. Nagyon megindulok. Lecselezzük ezt a pöcsöst. Nagyon jó. Rárúgjuk. Hello, mi? Srácok, van értelme fejleszteni? Oda néz. Pű! Atyaisten! Van értelme fejlesztenünk a lövést? Hát 23 méterről? Jó, nem olyan nagyon távoli, de azért... Hát nem gondoltam volna, hogy bemegy, tehát azt hittem, hogy egy rárugás az ennyi. Na gyerünk! Azaz! Továbbítottam, jöhet vissza! Vissza! Ne! Figyeljetek, 3-3 van ám. Rohadtul nem állunk még sehol. Ügy, nagyon bekaptuk ezt a 3 gólt tőlük. Jaj, jó, persze, azt mi volt az? Na jó. Össze kell magunkat szedni, srácok. Kicsit itt elszabadultak az érzelmek. Tehát mi itt jövünk? Hello? Jó, menjél. De nem, hát ezt nem hiszem el, elakad mindig. Nem tudom átadni az embereken. 8-5-ös viszont az értékelésünk, ami egész jónak mondható. Vegye de! Oké, ki onnan? Ki onnan a rákba? De tényleg. Jó. Hey! Nagyon jó. Fia, menjél! Tied! Nem éri el! Az a püff! Hát ez rég nem volt püff, igaz? Tehát ez egy ilyen hajnali négyes lövés volt. Elveszed! Jaj, elfutottam a labda mellett! Vedd el! Jó! Ide! Passzolja! Jó! Rossz lábbal! Hány gól történik ezen a mérkőzésen? Oda lett vágva. Apa elrúgta. Tűz. Hello, mi? Jaj, de rárúgtuk. Szétadom, srácok. Visszavettük a vezetést. Úgyhogy... Hát figyeljünk oda szépen. Jó? Elveszed? Vedd el, rúgd fel, tök mindegy. Így is jó? Még mindig jó? Hello? Jó? Hú, de átcsesztük! Ó, de milyeneket rúgok? Oké, lehet nem kellett volna rárugni, de milyen power volt benne, srácok? Hát atyaisten! Na jó van, befutunk! Most jött! Kugli fejemre! Hát ez... gyászos. Négy, három, basszus! Micsoda mérkőzést játszunk! Pedig az elején azt hittem, hogy ez nagyon egy... Hey, az csak fújjad, csak vissza! Oda azért majd egy sárga lapot kérünk. Hát én itt ezeket szépen elkerülöm. Basszus, milyen összjáték volt rajtam kívül. Úgy. Az nagyon szépen visszajárt. Ha elvitte a lábát. KSI kiállt. Jöhet. Most. Basszus. Hát ez... Nem egészen értettem, hogy hova ment. Na most, aztán vigyázat. Nem adod el. Jaj, gyerekek. Jaj! Ebből tudjátok, mi szokott lenni? Gól! Jézusom! A szar is belém állt, hogy belém fagyott, vagy mi. Na! Azt mondja, hogy van még pár perc, na, szépen kéne húzni az időt, gyerekek! De azaz! Oda ki! Basszus, egyszerűen nem jutok labdához, srácok.
Oda csúszunk, hát jön meg, de nem sikerült még oda csúszni se. Olyan messze voltunk tőle. Jó, blokkolod, nem hagyod élni. Tökéletes, nagyon jó. Pördítjük tovább. Nem sikerült szépen vissza oda pördíteni, ahova akartuk, és ebből megint megindulnak rohadtul. Szép a blokk. Nagyon jó. Hé, hey, az megint mi a szár volt, sporját? Nehogy már ilyeneket végig engedjünk, hát itt vagyunk a Premier League-ben. Hát. Hello, ne hátrafele, előre. Na most. Na most. Hát ez... Ajajajajajaj. Basszus. Jó, húzzuk ki ezt a 2-3 percet, passzol ide, passzod? Rárugom. Rohadt... Ó, azért az még nem is volt olyan... Azt hittem elbikázom a rákba, de nem. Jó, ennyi. Hát nem volt egyszerű, nem volt egyszerű, srácok. Jézusom. Sporttárs. Szavaztok, szavaztok, gyerekek. Na jó, nézzük akkor, hogy jön-e valami ajánlat reánk, mert szétadnánk. Csomót bizonyítottunk, csak jön valami, bármi. Kérlek. Rottus, semmi nem jön, srácok. Tehát hiába requestelek én itt, hiába bármi, semmi nem jön. Annyi, hogy shoppingolni tudok. Requestelünk megint. Rahadjon meg. Esetleg még a passzolást lehetne egy picit, avagy a lövést is. Hát short pass. Azt szoktuk használni, úgyhogy kicsit arra pakolunk, és akkor még maradt egy, az meg menjen shooting-ra, mert hogy miért ne? Általában ugye mindig azt szoktuk. Aha, ide kettő kéne, ide viszont elég egy. Long shot. Oké. Okay. Úgyhogy ez így akkor rendben van, illetve szimulálunk is egy edzést. Power shot. Oké. Okay. Ezt akkor így szimuláljuk. Jó van az, jó lesz az most egyelőre nekünk. Azt lesz, ami lesz. És akkor viszont nézzük a következő mérkőzést, ugyanis ha jól néztem, már pedig jól néztem, hát már megint a Manchester ellen nyomjuk. Premier League ez megint. Nekik van 42 pontjuk, nekünk pedig 40. Úgyhogy United-et akartam mondani, ha nem azt mondtam volna. Úgyhogy őket el kéne vernünk, hogy megint oda kerüljünk. Ja, hogy itt jöttek ilyenek közben. Azt mondja, hogy megvizsgálták a requestemet, hogy ugye kérvényeztem az átigazolást, és hogy a klub érdekeiben visszadobják. És nem szeretnék, hogy elmenjek. Hát ne menjetek már picsába! Hát én akarok elmenni, kit érdekelnek a futball dolgai jelenleg? Pénz beszél, nem? Na mindegy, akkor menjünk a Manchester City ellen. Remélem legalább évvégén elmehetünk, vagy valami, mert nem akarok én a Southamptonban megöregedni. Gyakorlatilag revansot vehetnek rajtunk a United, ugyanis egyszer már sikerült őket elvernünk. Úgyhogy... Mármint nagyon remélem, hogy most arról van szó, hogy ezeket még nem játszottuk le, ezeket a mérkőzéseket. Srácok, megnéztem! Újra kell játszanunk ezt a meccset, én nem tudom, hogy hova tűnt a mi mentésünk, de az biztos, hogy muszáj újra játszanunk, mert hogy ezeket már lejátszottuk. Úgyhogy azért volt nekem furán, most játszottunk a United ellen. Na mindegy, most már lejátszuk, hát most mit csináljunk? Köszönöm szépen, testvérem, azt a labdát. Hát akkor újra el kéne őket verni, vagy hát én nem is tudom. Azt a mindenit, azt hittem berúgják. Ilyet, nem mentette el, akkor úgy néz ki. Csak az előző mérkőzésen én erre még nem igazán jöttem rá. Na mindegy, fény derült az igazságra. Oké, a lényeg az, hogy akkor valahogy őket nem... Úristenem, valahogy el kéne újra verni a United-et. Nem tudom, hogy megint fog-e sikerülni, avagy nem. Ez egy nagyon jó kérdés, srácok. De az biztos, hogy hát akkor az átigazolásról ne is álmodozzunk. De szerintem én ezt a requestet mindig be fogom adni, aztán majd lesz valami, nem? Hát most mit csináljak? A futballklub érdekeiben nem akarjuk, hogy elmenjen. Kit érdekel a futballklub? Hogy tudom megnézni, hogy hány éves szerződésem van velük? Hát nagyon remélem, hogy nincs valami hosszú. Most mi történik ott hátul? Előre fele, gyerekek!
Ezek megindulnak, azt végünk van. Oké. Jó, nyugalom, jöhet vissza is ám. Haló? Nagyon jó, óriási. Itt vagyunk. Pő, basszus. Hát ezért ez a kapus, ez véd. Pedig nem volt rossz lövés, csak kicsit jobban mehetett volna szélre. Oké. Basszus, hogy megint ugyanazt kell lejátszanunk, ez szörnyű. Hát, srácok, ez azért valljuk, mert ez egy eléggé komoly potyagol volt, ami azt illeti. Oda néz! Hát ez ilyen bepattanós tingli-tangli volt. Hát mit csinált ez a hülye? Jesszusom! Na mindegy, a lényegen nem változtat. Vezetünk, de ez szörnyű. De borzasztó lehet ilyen gólt kapni egy Southampton-tól. Oké, na, mit mókútok? Passzolj ide! Jó, ez micsoda indítás lett volna. Erős volt, de hála Isten nem ért célba. Oké, itt kardoskodunk a labdáért folytatott harcunkban. Jöhet, hello! Ott vagyok mellette, hallod? Rá, ide nem rugná nekem. Onnantól nem is érdekel a dolog, hogy nem nekem passzol. Nem, na, csapatérdek van itt, srácok. Jöhet, hello! Hát nem nagyon odajön ez. Engem most leszarnak valamiért. Jó! Ó! Ez mi a szar volt? Láttad, hogy rúgtam? Figyeld! Püf! Hát ez mi volt? Jó, picit fölé. Nem baj az. Na gyerünk! Megérezzük a ritmusát a játéknak, azt onnantól nincs megállásám. Ne vigyed annyira. Kicsit fogjad vissza magad. Jó lenne az még nekünk ám, hello. Jó. Ne engedd lélegezni. Ez a taktics. Igen, itt maradunk az emberen. Na, az szépen nem fogta senki. Jó. Jaj. Úgy, oda akartam végül is. Igen, kitereled nagyon. Az a... Srácok, én ebben nem tudok beleszólni ebbe a mérkőzésbe. Ennyi. Ha hogy? Hogy? Ha nézd meg. Elvitte. Nagyon súlyos védelmi hibákat követnek el. És az a durva, hogy nem is én csinálom a gólokat. Tehát úgymond a gép is úgy érzi, hogy erősebbek vagyunk, ami azért úgy érdekesen hangzik. De mégiscsak valahol így van. Hát Ronaldónál szerintem még a labda se volt. Figyelj, az előbb egy pillanatra... Na, most megint megkapta egy pillanatra. De így ennyi. Lehet, hogy elkapkodtuk mi ezt a dolgot, nem gondoljátok? Jó, ne is nézzük meg, csúnya volt, nem kell semmire. Na jöhet, gyerünk, fel-fel-fel, támadjunk szépen. Oké, jöhet vissza. Hello. Kirúgja a lábát, hát. Na most rúgta a gólt Casemiro, aztán már kapja is a izét. Stokit érte. Figyeld. Most. Basszus, senki nem volt rajtam. Hát micsoda védelmi hibák vannak itt. Jövök szélre, jövök, okosba. Csuma. Fejeltünk is egyet, figyelj. Igen. Figyeld, az ott mit állott az a játékos. Jó van, elindult ő is. Oké, jövünk kicsi apró lépésekkel felfele. Felcsesz ez a izé. Nem akarják, hogy elmenjek a klubtól. Most nekem ezt még kell figyelembe vennem, hogy ők ezt nem akarják. Mennyi? És nem, elveszik srácok. Komolyan felcsesz. És még gólt se rúgtunk, basszus, csak vannak ilyen elég erős próbálkozásaink, de így ennyi. Ó, ez mi volt te? Hát ne! Tehát szerencsétlenkednek, hallod? Nézzük, nem jutunk labdához. Ronaldot rúgd fel! Úgy is jó. Jó. Oké. Jaj, de levetted. Jöhet. De ne annak!
Annyira lehetetlen helyekre adják azokat a labdákat. Azaz, rúgjad fel, hülye állat! Hé! Hey. Jó! Túl gyorsan rúgtuk el, srácok. Pedig ez jó lett volna ám. Kicsire jövünk. Nagy itt véletlen. Ó, basszus, hát a kettő között adja oda. Oké, jövök vissza erre fele. Nagyon elvitték. Teljesen más irányba járnak. Jó, 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 jó. Hey! Ne, be, be. Teljesen üresen. Azaz. Megszivatjuk, mit csináltam? Jézusom! Hey! Ó, basszus! Srácok, szenvedek ezen a mérkőzésen. Egyrészt azért, mert tudom, hogy egyszer már lejátszottuk. Másrészt pedig azért, mert nem sikerül semmit rugnom. De legalább egy jó passz. Nagyon jó! Nagyon jó! Vigyük el a végsőkig! Végsőkig! Ne! Hát, hogy lehetett az egy kapufa? Rohadt életbe! Hát ma nem szeretnek engem, az a helyzet. Nem érzem. Na jó. Elérkezett az igazság pillanata, srácok. Hallod? Úgy. Tökéletes. Kicsiket passzolgassunk itt, hallod? Úgy, úgy, úgy. Jó, 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 ott vagyunk, ott vagyunk, ott vagyunk, leszakadok! Azaz! Ne, nem, nem! Azért megküzdöttünk ezért a lövésére, ám. Jó van. Itt vagyunk. Ó, te, kugli feje, de minek ugrasz fel? Teljesen üresen? Teljesen? Úgyis jó! Lett volna, ha bemegy. Jó van. Ne veszítsük el a kontrollt, srácok, ez a lényeg. Ó, te. Ha mindjárt főrugdoslak. Gyere ide. Kezdek idegesnek tűnni. Jó, nem futkározunk föl alá, srácok, mert abból az lesz, hogy pikpak el fogunk fáradni. Úgyhogy szépen mi maradunk magunknak. Vedd el! Szétadlak. Szétadlak. Milyen védőnk van amúgy, az mekkora izé. Bengáli állat. Ha nézd már meg. Van vagy 2 méter? Itt vagyok. Jó. Na, hova menjen? Hova menjen? Ó, jaj, de beszivatlak. Na figyelj, induljál. Hát nem így akartuk pontosan. Kicsit javítanom kell magamon, mert ez most így nem igazán fekszik. Hopp, majdnem oda léptünk. A fenébe. Oké, itt maradunk. Oké. Azaz. De túl sokan vannak rajtam. Ez mekkora! Öreg. Telibe a kezébe rúgnám. Picit sem mellé, alá, fölé. Hallod? Nagyon jó. Pelittyú! Annyit lövök. Csak nem kéne ilyen sűrűn ellőnöm, tudom ám. Itt vagyok kicsibe, azaz. Ó, a Ronaldo, te. Alád vágok mindjárt. Azaz. Fenébe. Jó, nálunk maradt a labda. Tökéletes. Nem jó, nem jó. Nagyon elviszik a labdát. Nagyon elviszik. Srácok, 1-2 az állás. Nehogy, nehogy, nehogy. Jó, jó. Figyelj csak. Itt. Azaz. Jó. Jó, nagyon jó. Szét vagy rocsogtatva. Na mennyi befele, takarodjál befele? Figyelj, mert megy! Pang! Hát mit megyünk? Hát mit? Mekkora labda volt az oda? Oda volt varázsa, van, neki semmit nem kellett csinálnia. Hozzájött a fejhoz bent. Figyelj! Beadod! És nézzek! Gyakorlatilag hozzá kellett csak érnie. Szétadom! Na jó! Asszisztokban már jók vagyunk a mérkőzésen. Az fix. Hopp! 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 Azaz! Itt. Oh, come on! Jó! Csak nyugalom!
Azaz! Rá kened! Dehogy kened rá! Pedig már zoomolt bele a kamera. Azt hittem, már lesz valami. Jó, fent vagyunk elől, üresen mindenhogy. Azaz. Egyből adjuk is. Jó. Azt el kell vállalni. Akkor én. Vedd el. Ott vagyok az arcába. Oda megyek. Á. Jó. Nyugalom. Itt maradunk fent. Várjuk a labdát. Nem ám, hogy passzolna. Passzus! Uram atyám! Mekkora kapufa? Jó. Hallod? Rúgd el akkor! Gyerekek! Nagyon birtokoljuk a labdát a mérkőzésen, de gyász a helyzet. Jó, visszamegy, okosba, jó? De ne, hát most ebből jönnek fel! Maradsz rajta, csúszol alá, rúgjad el! Srácok, nem már! Jó, most már csak megnyerjük ezt a mérkőzést, de akkor is. Gyerünk, menjél oda, menjél alá, vágjad alá. Azaz, szétadlak! Ojajajajaj, micsoda passz jött nekem. Jó, én már fáradok ám, gyerekek! Jó, van persze. Oké. Még az... Ujja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 j
vagyok. Hello. Figyelj csak. Nem oda megy. Na. Picibe okosba. Csumába. Hallod? Újra hagyd meg. Jó, az már lesz is volt. Vagy mit tudom én. Oké. Brandon Williams. Kit érdekel? Na oké. Akkor okosba. Nem jó. Oké, itt vagyok. Hello. Oké, tökélet. Hát mindjárt megcsapkodlak. Ott a piros. Hol a piros? Hülye gyerek. Hát miért talán vágott? Milyen Beckham? Te mit akarsz? Nem is játszol már ott? Hát... aha. Ez elég vérszegény volt. Red card? Hát miért talán vágott te? Nem csípi a búrámat, úgy néz ki. Jó. Bírjuk ki ezt a 2 percet, azt meg van nyerve. Gyerünk. Ne engedjél neki még egy gólt, mert hülyét kapok. Igen? Oké. Akkor most, figyelj csak. Hallod? Elviszem. Érted? Ezt már lefutom, hülye gyerek. Egy lövéj! Amúgy meg miért pirosozik, amikor még... Tű, tehát elrúgtam a lábát is. Picit fölé. Jó, nem baj, egy úgyse próbálkozásnak ez teljes mértékben megfelelő volt. 3 perc hosszabbítás, az pont most jár le, köszönöm szépen, le is lehet fújni. Srácok, hát tudom, hogy ezt már lejátszottuk sajnos, de ez van. Úgyhogy akkor innen folytatjuk, és most már tényleg olyan mérkőzést fogunk játszani, amit nem játszottunk. De így is úgy is le kellett játszanom, mert akkor elveszett a mentés, vagy én nem tudom. Úgyhogy tali majd, és akkor innen folytatjuk, jó? Köszi szépen, hogy itt voltatok, ha tetszett, like, ilyesmi, értitek? Hol vagyunk? Hanyadik helyen? Mutassad? Hanyadik helyről folytatjuk? Igen. Satara, satara. Standings. Ó, fakupa mérkőzés fog kezdődni. Na mindegy, ott vagyunk valahol a 4. hely környékén. Oké, innen folyt köv. Hello, hello. Szevasztok. I feel like taking